A hétvégén rendezik meg a 18. Alkufer kupát a Magvasi sportcsarnokban. A hagyományos labdarúgó tornával egyben Horváth Ferencre is emlékeznek a résztvevők. A csapatok felkészülését szolgáló kupa immár 15-ször állít emléket az egykori Gyirmóti főtámogatónak. Az a célunk, hogy felkészülést biztosítsunk, termet biztosítsunk a csapatoknak, akik fel szeretnének készülni a bajnokságra. Másodlagos célunk, hogy megemlékezünk az alapítóról, Horváth Ferencről, ugye ő alapított az Alkufer Kft-t. Jelenleg a két fia tulajdonolja és irányítja a céget. Másrészt, pontosabban harmadrészt, ugye gyűjtünk a szívkatéterezés Győr alapítványnak a teljes jegyárbevételt, az adománygyűjtőben összegyűlő adományokat. Ezeket kiegészíti a két tulajdonos egy összegre, és akkor ezt a teljes bevételt úgymond átutaljuk ennek az alapítványnak. Az idén a megszokottakhoz képest korábban rendezik a tornát, de így is minden csapat elfogadta a meghívást. Az idei évben is 16 csapatunk lesz, 4x4 csapatos csoportban. 3 új csapatunk van, aki korábban nem volt, a Bábolna, a Komárom-Esztergom megyéből, megye 1-ből, a Fehérvár Csurgó, aki egyébként Fejér megyei másodosztályú. Ott van egy nagyobb telephelye a cégünknek, az Alkufer Kft-nek, és ezért őket hívtuk meg, egyébként őket szponzoráljuk is, és harmadik a Győr-Szent Iván együttese. A torna szombaton reggel 9 órakor kezdődik az A és a B csoport mérkőzéseivel. Először a Bábolna csapata száll harcba a Bágyokszobát ellen, valamint szintén délelőtt játssza a mérkőzéseit a Lipót pékségese is, akik az elmúlt 3 évben rendre felemelhették a győztesnek járó serleget. Majd délután bonyolítják le a C és a D csoport küzdelmeit, ahol többek között az Eto és a Gyirmót is pályára lép. Én úgy érzem, hogy idei évben is a Lipót talán a legesélyesebb, az előzetes beszélgetések alapja, hogy ki milyen csapattal érkezik, hogyan készül. Másodszorban a Gyirmót, aki egyébként 9-szeres bajnok, ő is komolyan veszi ezt a kupát, már csak azért is, mert ugye az Alkufer Kft. A főszponzora ennek az egyesületnek, úgyhogy mindenképp presztízs nekik is. Az Eto is azt gondolom, hogy komolyan veszi a tornát, ők is egyébként egyszeres bajnokok. Aztán még meglátjuk, mert mindig szokott lenni fekete ló. Vasárnap reggel rájátszások kezdődnek, melyek komoly izgalmakat ígérnek. A bronzmeccs 4:30-kor kezdődik, és hogy melyik csapat nyeri az idei tornát, az a 17:35-kor kezdődő mérkőzés után derül ki.